Sziasztok, Anita vagyok! Ma különleges slime recepteket fogok tesztelni, amihez nem kell se ragasztó, se borax. Ezeket a recepteket vagy ti küldtétek, vagy én találtam az interneten, hármat választottam ki belőlük, remélem az egyik működni fog. Előttem van a kémiai laboratóriumom, itt van minden, ami hozzávaló kell majd ezekhez a slime receptekhez. Remélem, hogy legalább az egyik működni fog, mert úgy lenne igazán értelme ennek a videónak, de ha nem, akkor is jó szórakozunk együtt, és ez is egyfajta alkotás, én legalábbis ebben hiszek. Ha szeretitek ti is ezeket a slime tesztelős videókat, akkor egyrészt küldjetek nekem még receptötletet, másrészt jelezzétek nekem egy lájkkal, erre a videóra dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel csatornámra, hiszen egy nagyon különleges dologgal készülök, ha szeretnétek ti elsőként értesülni arról, hogy lesz egyfajta box majd slimehoz kapcsolódóan, akkor feltétlen itt van a közösségünkben a helyetek. Szóval nyomjátok meg a feliratkozást, illetve pipáljátok ki a csengő gombot is. Az első recepthez szükséged lesz fogkrémre, egy kevés vízre, ezt össze kell habosítani, ezen kívül arcmaszkra, ehhez is egy kis vizet adok és fölhigítom, és utána a kettőt összekeverem, és kontaktlencse folyadékkal fogom aktiválni, ha működik. Körülbelül egy fél tubus arcmaszkot, ilyen zselés állagú maszkot fogok belenyomni a tálba, és ehhez egy nagyon kicsi vizet adok. A másik tálamba beleteszem a fél tubus fogkrémet, jó illatos lesz ez a slime. És hogy egy pici izgalmat is vigyek, teszek hozzá egy kis ételszínezéket, meg egy kevés vizet. Ezt is összekeverem. Ezt egy kicsit így fel is kell habosítani, az eredeti recept szerint. Egészen alaposan keverétek el, hogy ne maradjanak benne csomók. Bízom a legjobbakban, hogy működni fog ez a recept, úgyhogy jó alaposan kikeverem. Egészen különleges zöld, ilyen szinte világító zöld folyadékot kaptam a fogkrémből, meg az ételszínezékből. A kettőt összekeverem, a zselés arcmaszkhoz adom a fogkrém, habosított fogkrémet, és alaposan összedolgozom. Remélem, hogy működni fog, hát igazából még szinte egy picit már olyan slime-os önmagában is, ez a zselés arcmaszk, ez szerintem egy jó alapanyag. Most jön hozzá a kontaktlencse folyadék, egy sóoldatosat választottam, és szépen lassan adagolom és közbe keverem, és várjuk a csodát. Egyelőre még nem történt semmi különösebb, úgyhogy még adok hozzá többet, és elkeverem ezt is. Szerintem most egyelőre egy olyan fél, negyed és fél deci közötti mennyiséget adtam hozzá. Hát lehet, hogy ez a recept nem fog működni, mert igazából úgy látom, hogy egy picit sem indult meg, pedig ez a kontaktlencse folyadék, amikor ragasztóhoz kevertem, majdnem úgy működött, mint a borax. Tehát működnie kéne. Igazából csak higítottam a folyadékon, és azt a kicsit ilyen nyúlós állagát is elvesztette, ami eredetileg volt. Megpróbálom szerintem előről az egészet, úgyhogy nem adok hozzá vizet, csak összekeverem a dolgokat. Nem teszek hozzá ételszínezéket sem, hogy még sűrűbb maradjon az állaga. Igazából ebben az állapotában hasonlít legjobban egyelőre a slimehoz, de még tutira odaragadna a kezem, hogyha beletenném, úgyhogy még ezzel nem próbálkozom meg. Ha esetleg ti próbáltátok már ezt a receptet, akkor várom kommentben azt, hogy nektek sikerült-e vagy sem, vagy mi az, amit, hogyha sikerült, máshogy csináltatok, mint én. Nekem egyértelmű, hogy ez a recept nem jön össze, nem lesz arcmaszkból, fogkrémből és kontaktlencse folyadékból slime. Nem baj, kipróbáljuk a másik kettő receptet. A második recepthez fogkrémre lesz szintén szükséged, illetve testápolóra, és egy kis lisztet is ide készítettem. Nem annyira régen volt egy live adásom, amivel az egyösszetevő slime-ot teszteltem, azt csak fogkrémből készítettem, ide kattintva megtaláljátok a videót, viszont ott nagyon-nagyon sok komment érkezett, hogy a fogkrémet, ha mikróztam, utána egy kicsi lisztet keverek hozzá, akkor működni fog ez a recept. Úgyhogy egy picit ezzel kombinálva, a ti hozzászólásaitokkal, most kipróbálom, hogy mikrózott fogkrém, plusz egy kevés testápoló és egy kis liszt, az vajon működő slime lesz-e? Igazából szerintem csak egy fél tubus fogkrémmel kezdem, és ha működik, akkor elkészítem majd többel is.
Kivettem a mikróból a fogkrémet, és hozzáteszek egy kevés testápolót, és ezt elkeverem. Kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen kémiai laboratóriumban, annyi minden van ilyen hozzávaló itt most. Ennek a fogkrémnek kellett volna önmagában is működnie, de ugye nem sikerült ez az élőadásban, ugye teszteltem. És most, hogyha egy kicsi ilyen testápolót kevertem hozzá, sem lesz slime tőle, viszont most kipróbálom, amit ti írtatok hozzászólásban, hogy hozzáadok egy kevés lisztet, és úgy fogom elkeverni. Apránként adom hozzá, hogy ne legyen csomós. Még biztosan kell, mert nagyon ragacsos. Ha nektek van olyan receptetek, ami működőképes, és amihez nem kell se ragasztó, se borax, akkor mindenképpen írjátok meg a videóm alá, és a következő adásban tesztelni fogom. Persze, hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen tesztelős, legyen az, hogyha eléri a videóm a 10 000 lájkot, akkor biztosan szeretnétek, hogy legyen ilyen tesztelős videó, úgyhogy akkor mindenképpen megcsinálom. Egyelőre nem nagyon működik, lisztel sem. Lisztel nem működik, bármennyit tennék hozzá, maximum egy gyurma lesz belőle, szerintem teljesen ragacsos állapotú. Állagú, úgyhogy legyen az, hogy kipróbálom, ez nem volt benne a receptben, de ehhez is adok egy kis kontaktlencse folyadékot. Egyébként, amíg sült ez a fogkrém, ez elég vicces mondat volt, addig kipróbáltam, hogyha csak az arcmaszkhoz adtam egy kevés ilyen kontaktlencse folyadékot, vajon azzal működik-e, és azzal sem működött az arcmaszkot, és inkább csak higította ez a folyadék, és nem rántotta össze. Pedig a ragasztót összerántotta, azt megteszteltük. Ezzel a fogkrémmel is ugyanez a helyzet, egy lisztes fogkrémmel. Viszont, hogy még egy kicsi esélyt adjak neki, van itt egy tartós keményítő folyadékom. Ez sem volt benne a receptben, viszont másnál láttam, hogy működik, igaz, hogy ragasztóval. Úgyhogy már egyszer én is használtam a leges-legelső slime receptbe ilyet. Borakszal együtt működött. Nézzük meg, hogy magában működik-e. Magában egy kis fogkrémmel öntve. Szóval a lisztes, fogkrémes, kontaktlencse folyadékos masszámra most állítottam egy kis tartós keményítőt, ez tényleg már ilyen laboratóriumi kísérletek. És hát, ha összerántja és slime lesz belőle, ez sem működik. Lehetséges, hogy nem lehet készíteni ragasztó nélkül. Azt gondolom, hogy borax nélkül lehet készíteni. Ugye a mosószeres receptnél tök jól működött is. Minden esetre van még egy receptem, azt is kipróbálom, és utána levonjuk a következtetést. Most következik az utolsó recept, remélem ez működni fog, ezt ti küldtétek. Ehhez zselés arcmaszk kell és kontaktlencse folyadék, de én kipróbálom folyékony textil keményítővel is, illetve szódabikarbóna, úgyhogy ezek fognak elvileg reakcióba lépni, nagyon remélem. Elfelezzem a szódabikarbónát is, körülbelül egy-egy evőkanálnyi fog belemenni ebbe a negyed decilliternyi arcmaszkba. Hát ez egyáltalán semmit nem csinál. Csak buborékozódik tovább ez a folyadékom. Akkor nézzük meg a textil keményítőt. Nem hagyott nyugodni, hogy egyik recept sem működött a háromból, ezért arra gondoltam, hogy mi van, hogyha tényleg az arcmaszk nem jó. Elmentem és szerváltam egy másik féle arcmaszkot. Ez az a klasszikus, lehúzható, átlátszóra száradó arcmaszk, ami ugye teljesen megszárad az arcunkon, és akkor szépen le lehet húzni, úgyhogy ha ezzel sem működik, akkor kész, akkor nincs további ötletem, de nagyon remélem, hogy fog. A harmadik receptet fogom kipróbálni ebből, tehát egy kevés szódabikarbonát fogok hozzákeverni, és a kontaktlencse folyadékot, úgyhogy nézzük meg, én nagyon-nagyon szeretném, hogyha működne ez. Hozzáteszek ehhez a, hát ilyen picike tasakokban vettem meg az arcmaszkot, úgyhogy abból azt hiszem 6-ot tettem bele, összesen nincsen 100 g ez az arcmaszk, és ehhez hozzá fogok tenni egy evőkanálnyi szódabikarbónát. Szépen elkeverem, két részletbe teszem bele. Mivel nagyon bízom abban, hogy ez sikerülni fog, be is színezem egy picit, és hát a rózsaszín festéket fogom használni belőle, vagy pinket az Inspiboxból. Aki nem tudja, mi az az Inspibox, azt feltétlen kattanjon át webshopomra, hiszen ott egyre több és izgalmasabb termékek születnek, viszont az Inspibox az első termék, az egy 24 részes alkotókészlet, és többek között ez a színű festék, akrifesték is tartalmaz, ezt a színű akrifestéket is tartalmazza. Ebből egy kicsit belenyomok,
és megszínezem. És így nagyon várnak rám ezek a színes golyócskák, úgyhogy remélem tényleg ez az egy ragasztó és boraxmentes recept működni fog, és akkor ebbe a rózsaszín slime-ba majd bele tudom gyúrni azokat a golyókat. Na nézzük, most ugrik a majom a vízbe, adom hozzá a kontaktlencsek folyadékot, csak piciként. Ez elkezdett összeugrani, úgyhogy nagyon-nagyon csöppet tettem a kontaktlencse folyadékból. Áááá, de jó! Találtam egy működő receptet. Úgy néz ki, még nagyon ragacsos, még egy kicsit kevergetem. Nem tettem bele most összesen egy fél teáskanálnyit. Nagyon-nagyon kicsitől elkezdett működni. Pont azon gondolkoztam, hogyha nem jó egyik sem, akkor érdemes-e kirakni ezt a videót, de így, hogy lett egy működő recept, így érdemes. Ez jó! És milyen jó színe lett! Még egy kicsit ragacsos, de szerintem, hogyha ezen dolgozom egy kicsit, akkor ez majd jobb lesz. Most még egyelőre nem teszek hozzá még folyadékot. Szóval ez nagyon jól sikerült. Szuper recept, működik, ehhez a, meg ez a lehúzható arcmaszk kell hozzá, a kontaktlencse folyadék és egy kevés szódabikarbóna, ahogy az előbb is láthattátok. Úgyhogy ebben most beleteszek ebből a különleges színes hungarocellből. Asztal, mint egy sütemény, úgy kb. Meg is enném. Gyönyörű lett. Na hát ilyen, amikor a sok munkának meg lesz az értelme, egy gyönyörű színes slime, ami abszolút ragasztó és boraxmentes. Remélem, hogy ti is örültök, és hogy megpróbáljátok. Érdemes, ez egy működő recept. Hogyha tetszett videóm, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal, és hogyha elér ez a videó a 10 000 lájkot, akkor továbbra is tesztelek slime recepteket, küldjétek el nekem. Iratkozzatok fel csatornámra, hogy legközelebb is inspirálhassalak titeket, és nézzetek be webshopomba, ugyanis mindig újabb és újabb különleges termékekkel jelentkezünk. Februárban és márciusban is bővülni fog a készlet. Érdemes benézni, vagy éppen feliratkozni a hírlevélre. Sziasztok, szép kreatív napot! Ha szereted a kreatív cuccokat, látogass el webshopomba is!